12-es, ott van. Beg András, 17-es, az X-én Rajz Attila, 19-es, a 8-én Bocskai Gábor, a 20-as, a Cvencik, Sofron István, 21-es, a Ágyom Cvencik, Kovács Csaba, 22-es, a Cvájom Cvencik, David Koszterin, 24-es, a Trigon Cvencik, Balkovics Krisztián, 49-es, a Nagyon Cvencik, Bölcs Tamás, 78-as, a Aktor Cvencik, Vasszügyén Artyom, 79-es, a Nagyon Cvencik, Majoros Gergely, az Alba Balán Edzői Jár Jászló és Énekes Bajos, a Vérkörtés játékvezetője, de Schütz Victor, de Spils, Tony Haas, a Vonalbíró, Lilian Winterfinger, Krisztián Kaspár, a Walter Cian Fóka. Kedves nézőink, a mérkőzés előtt egy örökbeli és ünnepi eseményre nem tud sor kerülteni. Székesfehérvár sportjáért díj elismerésében részesítünk az Alba Balán Sportklub férfi jégkorong csapatát. Ebből az alkalomból díjakat Magyar Balázs csapatkapitány részére Mézes Mihály alpolgármester és Gál Péter Pál úr Székesfehérvár megyei jogú város sportbizottságának. Tisztelettel köszöntöm kedves nézőinket, jó szurkolást kívánok! Egy egészen új dimenzió következik a fehérvári jégkorong sportban, hiszen az Alba Volán együttese már ugye pénteken megkezdte szereplését az osztrák jégkorong bajnokságban, az Erste Bank Ice Hockey Ligában, és az ebben a második fordulójában hazai környezetben is bemutatkoznak a fehérvári ördögök. A megszokott kékmezében a Volán, az ellenfél pedig rögtön egy igazi nagyvad a hazai idényitón, amely már is kapura lőtt az 5. másodpercben a bajnoki címvédő Red Bull Salzburg. Egy elképesztő méretű nagy csapat, elképesztő sztárokkal, elképesztő költségvetéssel és sikerekkel. Ez a vendég gárda jellemzője. A fehérváriak mindenféleképpen szeretnék meglepetést okozni a Salzburg ellen, amely nem kevesebb, mint 6 korábbi NHL játékost vonultat fel. A fehérváriaknál ugye egy ilyen játékos van. Tehát ezért szép a sport, mert bármi lehet. Megvan az első fehérvári próbálkozás. Rögtön 21-essel Kovács Csaba, és az ismétlés az oldal hálóban köt ki. Az első sorok természetesen a pályán. Parádés első sora van a Salzburgnak. Ott van többek között az a Richard Jackman 55-össel, aki az egyik legnagyobb sztár. Most Ausztriában, az osztrák ligában. Ő a legutóbbi idejében az Anaheim színeiben NHL bajnok lett. Az észak-amerikai ligában. Jósan ismerkedjünk meg a kezdő ötösökkel, akik a pályán vannak. Ugye a fehérváriaknál 15-össel Budai Krisztián, az első számú kapusban, 4-essel Horváth András, 32-essel Tokai Viktor kezdett az első sorral, az 19-essel Ocskai Gábor, 21-essel Kovács Csaba és 24-essel Palkovics, és közben meg is történtek az első cserék. Jött a 3-as sor az Alba Volánnál. A Salzburgnál egy csupa légiósokból álló sor kezdett a kapuban, 50-essel Reinhard Divis, az első számú portás. Rajta kívül a svéd klasszis Greger Arthursson, 35 évesen is, nagyon jó csengő név a szakmában. Richard Jackman a másik back, akiről már beszéltem, és csupa tengeren túli támadó Josh Green, Frank Benham és Matthias Tretting.
Na, ezzel talán meg lehet pattanni, figyelni kellett hátul. Jackman volt az, aki nagyon elegánsan tisztázott a fehérvári támadók elől, és egy kiállítás a volánál, úgyhogy ember hátrányban lehetett volna megpattanni most. Ezzel sikerült is azért lecsenni a kétperces kiállításból, Ondrejczyk kiállításából. Fél percet, 1:20 még ember hátrányban majd a fehérvári csapat. Kiállításokkal nem volt szerencséje az első meccsen, a bemutatkozó meccsen a volánnak, nagyon megszórták a játékvezetők a fehérvári csapatot. Amikor is ugye Innsbruckban Pat Cortina jelenlegi csapatánál vendégeskedett pénteken a volán, és hát nem volt túl sikeres a beutatkozás. 3-1-3-0, 1-1 a hazaiaknak, ezek voltak a harmadok, és így 7-2-re nyert az Innsbruck a fehérváriak részéről. Galik, illetve Palkovics volt eredményes 2-0-nál, és már a végén 7-1-nél esett Palkovics találata. Egy kicsit megilletődötten kezdett a fehérvári csapat. Ami a többi eredményt illeti, a szlovén olimpiai Ljubljana alaposan belehúzott, ő is újonc ugye az osztrák ligában, a Klagenfurtot 6-2-re verték, a Graz hosszabbítás után 6-5-re verte otthon a Linz együttesét, a Vienna Capitals 6-4-re az Akroni Jesenyicét, a liga nyitó meccsén pedig a bajnoki címvédő alaposan megverte a tavalyi ezüstérmes Villachot, a Salzburg úgy nyert 5-1-re otthon, hogy 1-0-ra még a Villach vezetett, ez egy visszajátszása volt a tavalyi döntőnek. Úgy tűnik, hogy lassan-lassan talán sikerül kihúzni ezt a kiállítást. 20 másodperc azért még van, de támadásra is marad most erő. Meg lehet tartani a korongot. Goslen volt az, aki összegyűjtötte. Ő az a játékos, aki NHL-es rutint képvisel a fehérváriaknál. A Nashville színeiben 13 meccsen kétszer volt eredményes az NHL-ben. Egyetlen egy másodperc van még hátra Rastislav Ondrejczyk kiállításából. A Salzburg tavaly nagyon simán lett bajnok. A döntőben a Villachot 4-1-es összesítéssel verte, tehát igazából nem forgott veszélyben a bajnoki cím. A Salzburg felemelkedése 2004-re tehető, ekkor jutottak fel az élvonalba, és az energiaitalgyártó cég eurómillióinak köszönhetően kitűnő játékosokat csábítottak magukhoz. Nem akárki a vezető edzője egyébként a Salzburgnak, ez a Pierre Pagé, aki 636 NHL meccsen ült a kispadon, a segítője pedig az egykori finn kitűnőség Reijo Ruotsalainen. Ő is egyébként Stanley Kupa győztes volt annó még játékosként. Kiegészült a volán közben, a negyedik percben járunk, 0-0. Volt két volán próbálkozás és jó néhány salzburgi löket. Olyan igazán hatalmas bravúra még nem volt szükség, egy picit hosszú volt. A visszatett korong pedig már nem volt jó. Gröschl kerülhetett volna az előbb helyzetbe. Itt van viszont már az ellentámadás, sikerül felszabadítani. Viktor Lindgren játszott vissza a volán harmadába. Borostyán. Lindgren ezúttal hagyja játékostársnak, Martin Grafhernek. Ez a harmadik sora egyébként a Salzburgnak. 85-esen egy magyaros hangzású játékos is játszik a salzburgi csapatban, Filip Pintér. Éppen őt keresték, a társak, nem jutott el hozzá a korong, aztán Palkovicsot is megtréfálja a pak. Már elmondtam ugye itt a gólszerzőket, közben egy elég nyilvánvalónak tűnő kiállítás. Ami végül el is marad. Szóval, amit már elmondtam a volán gólszerzőit, akkor emlékezzünk meg arról is, hogy kik lehetnek a fő gólvágók itt a Salzburgban az első meccs alapján. Ugye, ahogy említettem, a Villach elleni hazai meccsen hátrányba került
a salzburgi csapat, aztán Herend, Kalt, Benham, Green és Pintér is betalált. Tehát azért a gólszerzés jó alapokon nyugszik, többen is képesek lehetnek a góllövésre a salzburgiaknál, de hát egy ilyen klasszis csapatnál azért ez abszolút természetes. Ott maradt egy pillanatra a korong, aztán felszabadítanak a fehérmezesek. Josh Green lőtte középre, ő sem akárki a szakmában. Az Edmonton, a New York, a Los Angeles, a Washington, a Calgary és a Vancouver színeiben 322 alapszakaszmeccs és 12 playoff derbi az NHL-ben. Benham a rövid sarokra célozza, ott marad a pak. Végül kicsorog a volán kapu elé, 6. perc vége, nagyon pörgős kis derbi, és ezzel talán meg lehetne lépni, de az utolsó pillanatban szerelik Max Wayne-t, a másik friss kanadai igazolását a volánnak. Hoppá, ott marad a pak, vigyázni, Budainak kell védeni. Nem jön ki a korong a harmadból. Koch húzogatott a kapu mögött. Lincs tovább, ez lecsúszik ez a lövés, de éppen így lett veszélyes, hogy lefele csapódott. Hátul vigyázni kell. Ilyen szintű csapatnál azért életveszély eladni egy korongot. Csak, hogy érzékeltessük két érdekességgel, hogy azért milyen körülmények uralkodnak a Red Bull Salzburgnál. A saját külön repülőgépükkel érkeztek Budapestre az osztrákok, ahol beszálltak a saját buszukba, ami üresen eljött Salzburgból Budapestig, ott felvette a csapatot, hozta Fehérvárra, vissza majd a reptérre, utána a busz szépen üresen haza, a játékosok pedig a saját kis jól felszerelt repülőgépükkel mennek tovább Ausztriába. Ez az egyik adat, a másik pedig az, hogy azért nem akármilyen névsorba került be az Alba Volán, hiszen ugye pénteken a Villachal játszott meccset a Salzburg, vasárnap az Alba Volánnal, kedden pedig a Los Angeles Kings-el játszik otthon hazai környezetben, Salzburgban, egy mini tornán. Schwabot állítják ki. 2 perc 12 másodperc telt el. A nyitó harmadból 0-0 ember előnyben most a Volán. Egy ember előnye volt eddig a Salzburgnak, azt nem tudták kihasználni, most a Volán próbálkozhat. És az egyébként az innsbrucki meccs alapján kifejezetten jó, hogy ember előnyben nem kapott gólt a Volán, de most vigyázni kell, hogy ember hátrány, illetve ember előnyben baj legyen. Szóval Innsbruckban nem nagyon sikerült kivédekezni az ember hátrányos lehetőségeket. 8. percben Degené 2-ös ember előnyben szerzett vezetést az Innsbrucknak, aztán Offner simában betalált, Degené megint csak ember előnyben szerzett gólt a Volán ellen az első harmadban. De amikor létszám hátrányban voltak a fehérváriak, akkor pici talán megzavarodott a gépezet. Ezért is örömteli, hogy az első hátrányt sikerült kihúzni. 1.25 van még a kiállításból, mint a vendégek ötöse kapott Matthias Schwab. Csak Les hiába próbálta publikum valamit kiharcolni a játékvezetőknél, róluk még nem beszéltem. Tony Haas vezeti a derbit, ő a vezetőbírő, segítői pedig Christian Kaspar, Schwalter Seehenhofer. Az osztrák bajnokság hivatalos honlapján az erstebankliga.at-n egyébként rangsorolták hoki pakkokkal a csapatokat 1-től 5-ig. Hát a Volán nem kapott túl jó besorolást, 1-es, tehát őt tartották a leggyengébb csapatnak, mint új belépőt. A legtöbbet viszont egyedüli csapatként 5-öt a Salzburg kapta, az Innsbruck és a Villach kapott 4-et, ők lehetnek tehát a trónkövetelők. Hoppá, ott a helyzet!
óriási zicser, a meccs eddigi legnagyobb helyzete. A 9. percben lecsorgó korong oda kerül Mihály Stasny elé. Túlságosan is a léc alá akarta varni Stasny. Marad a 0-0, ez nagy helyzet volt. Ember előnyben, hiszen továbbra is érvényben van még Matthias Schwab kiállítása 38 másodpercig. Stasny hibázott nagyot. Hát nem tudom, hány ilyen helyzete lesz a volánnak. Lehet, hogy sok, de akkor is be kellett volna ezt lőni. És minden elfogultság nélkül lehet mondani tényleg, hogy ez volt eddig a találkozó legnagyobb helyzete. Na mindegy, dolgozni kell tovább a következő ilyen lehetőségért. Hoppá, itt egy kis zavar Gregor Arthurssonnál, pedig ő sem akárki. Ott van még a helyzet, tisztáznak végül. Most mondhatnám, hogy az osztrákok tisztáznak, de hát éppen egy darab osztrák van csak. Az a Schwab, aki visszahagyta a büntetésből. Ott a helyzet! Óriási védés! Na ezek most a volán percei. Reinhard Dewis véd nagyot. És egy tilos felszabadítás. Most Divisnek kell kapaszkodni. Az osztrák portás játszott a St. Louis Blues színeiben, az NHL-ben. Szerzett némi nemű rutin tehát. Szükség is volt rá most. Két nagy helyzet egy percen belül a salzburgi kapu előtt. Bátran játszik a volán, és ez jó. Egyelőre továbbra is sikerül bent tartani a salzburgi harmadban a korongot, most már elhozzák a piros-fehérek, akiknek ez egyébként a cseremezük, mert a klub alapszínei kék és ezüst. Szerint az idegenbeli mez, ezért nem nagyon tükrözi a klub színeket. Green megy. Green lövésre. Green egyébként a támadó alakzat első számú attrakciója és felelőse. Hátul egyértelműen Jackman, illetve a svéd Arthursson, az irányító elő pedig Josh Greenen múlik főleg az eredményesség, illetve a játék szervezése. Igen, említettem, Josh Green több mint 330 NHL meccsel büszkélkedhet. Érdekesség, hogy Jackmannek van ugye Stanley kupája, de ő játszott kevesebbet az NHL-ben. Na de most nézzük ezt a támadást, hiszen megint a fehérváriak jöhetnek. Mert tovább rajzatilla került a jégre. Garper Meyer. Aztán egy kisebb összeakaszkodás. A buli majd a volán harmadában. Túl vagyunk az első harmad felén, a 11. percben járunk. Az elén egy picit erősebben kezdett a Salzburg, próbálkoztak lövésekkel, komolyabb veszély nélkül volt egy-kettő olyan próbálkozásuk azért, ami a lehetőség szintre eljutott, de igazán nagy zicserig nem jutottak, ellenben volának volt kettő nagy helyzete, főleg Stasny volt az első a nagy, akkor gyakorlatilag másfél méterről lőtt fölé. Szóval Jackmannek van kevesebb NHL meccse, összesen 238, ő is elég sok helyen megfordult. A Dallasban, a Bostonban, a Torontóban, a Pittsburghben, a Floridában és az Anaheimben végezetül. Rajtuk kívül, ahogy említettem, a kapus Divisnek van NHL múltja a St. Louisnál, Brad Fastnak a védőnek a Carolinánál, Doug Lynchnek az Edmontonnál és Frank Branhamnak, aki szintén ugye csatár az Anaheimben és a Phoenixben játszott. Pedig vastagon azért fel vannak vértezve rutinnal az osztrák csapat játékosai. Hát azt meg persze nem is kell mondanunk, hogy számtalan osztrák válogatott játszik Salzburgban. Tehát akik nem légiósok, azért ők is nagyon jó játékosok.
azért az osztrák válogatott jó néhány világversenyen letette már névjegyét. Kovács próbál elszlalomozni ott Arthurson mellett. Kovács jól tartja meg. Hoppá, egy lövés a kapu előtt keresztbe. Palkovics próbálkozott. Már letette a névjegyét az osztrák ligában Innsbruckban. Ezek a szurkolók, akik azért nyomon követték az innsbrucki meccset, találkozhattak egy olyan, hát nevezzük így elírással, hogy némely forrás az első fehérvári gólt Galiknak, néhány pedig Stasinak adta. És itt a kollégáktól, akik a helyszínt tekintették meg a meccset, megtudtuk, hogy Stasin volt a gólpassz és Galik a gólszerző. Úgyhogy egyelőre fehérvári színekben Galik és Palkovics iratkozott fel a góllövő listára. Tizenkettedik perc, továbbra is gól nélkül. Estében is tovább tudták tenni még lövőre. Harand volt, ha jól láttam. Green. Ez még jó, felpattan a korong. Aztán a hálóban köt ki. Persze nem a kapuban, a hálóban, hanem ott a palánk mögötti hálóban. A buli előtt jönnek a cserék. Főleg az osztrák játékosokkal teletűzdelt sor. A vendégeknél, a fehérvárjaknál pedig a harmadik sor. Milan Galikkal, Krösül Tamással, Artyom Vasyunyinnal a jégen. Hátul pedig Svasznek és Kangyal, a csapat kapitánya, védekezik majd. Ezt most szépen sikerült megtartani. Még akár az indítás is jó lehet. Jó bizony, sikerül megtartani. De lefújják. Magas volt használatért fújta le. Tony Haas. Lelke rajta, ahogy mondani szokták. Galikot küldik le. A második salzburgi emberelőny jöhet. Az elsőt sikerült kibekelni. A másodikkal is meg kell próbálkozni. Természetesen a fehérváriaknál az első sor jön föl. Hátrányba az osztrákoknál a második támad. Fast. Brett Fast is válogatott játékos. Hoppá, jó! Hibáztak az osztrákok, és ráadásul Les. Fél perc lement Galik kiállításából. 13 perc és 4 másodperc telt el a meccsből. Hát egy árnyalatnival talán inkább a Salzburgák közelebb ahhoz, hogy irányítán, de a volán ellen támadásaiban is benne van a gólhelyzet, sőt, nem győzöm hangsúlyozni, a legnagyobb helyzet továbbra is Stasnyié, még a 9. perc elején. Ondrejczyk tette ki a harmadból. Jackman. Vigyázni, a túloldal jön Harand, elengedte tovább, de ott meg nem érkezett a társ. Nem sikerül kiütni. Arthurson vissza, Harand. És megint csak Ondrejczyk az, aki begyűjti, aztán jó messzire bombázza a kaputól. Arthurson gyűjti össze. Arthurson. A túloldalon érkezik a társ, ez lövőhelyzet, Budai véd. Ez egy egyszerű támadás volt, amit felvezettek.
Arthur Sonék, de az egyszerűségében rejlett benne a lövés lehetősége végül. Jackman. Szép! Úgy van, meg kell tartani, nem kell elkapkodni. Oda piszkálnak végül a védők. Goslen elől halázták el a pakkot. Welser. Öt másodperc múlva lejár. Az ember hátrány, ezt most már ki kellene húzni. A kapu előtt vigyázni, ki kell ütni onnan. Schwassnek nem tudott felszabadítani, így megtartják az osztrákok. Ezzel pedig lehet menni. Galik! Épp, hogy visszaért a kiállításból, már mehet a kapu felé. Galik lövi el keresztbe. No, valaki gyűjts össze azért. Majoros kaparintotta meg. Lincs. Vasjunyin. Nagy csatában, hát mi is most csak keressük a korongot. Pintér volt az, aki végül kihozta a palánk mellől. Lincs megint. 16. perc, nagyon kevés van most már hátra. Alig több mint 4 perc a nyitó harmadból, gól nélkül. Nem tudja most megtartani a korongot a volán, viszont sikerül meg szerezni, jobban meg kellene becsülni. Tilos felszabadítás. 16. perc, hát sokkal jobban áll a volán, ugye, mint Innsbruckban a nyitó meccsen. Ott akkor már 2-1-re vezetett az Innsbruck. Védelmet sikerült tehát összekapni azért. Kessék, hogy a Salzburg is 2-1-re állt már a Villach ellen ilyenkor. Csak hát ők ugye vezettek, nem vesztésre álltak. Ott egy törött bot. Na és most fújják le a játékvezetők. No. Ki a kiállított játékos? Sofron, igen. Csak a nullást láttam, és csak Sofronnak van nullára végződő messzáma. Ez a harmad hajrá sem lesz azért egyszerű. Elakad. Sikerül kihozni? Igen. Sőt, lehet menni is ezzel. Ott a helyzet! Palkovics próbálkozott. Kellett egy benyúló bot azért, hogy eltérítse a korongot. Ulrich. Ulrich. Most tette csak ki a szélre, egyelőre elég lassú a passz sebessége. A Salzburgnál nem kapkodják el, Ulrik osonkodott be a kapu elé, de nem jutott lövőhelyzethez. Egy perc tíz van még, Sofron kiállításából bent tartják a harmadban a salzburgiak. Arthurson próbál a lábak között lőni. Na, onnan már ki kell ütni, Horváth András sikerül is felszabadítani. Jönnek a cserék mindkét oldalon. Galik próbálott zavarni a salzburgi kapu előtt. Ez arra tökéletesen jó volt, hogy 20 másodperc megint csak elmenjen a kiállításból. Kalt.
6, illetve 2 perc a kiállítások aránya a Volántól. 6 percnyi Salzburgnál, csak 1-2 perces büntetés eddig. Kalt. Lincs háta mögé jött a passz, ez volt a szerencse, mert lett volna helye Lincsnek lőni. Elakad a passz, és végül Budai. 4 másodperc. Ha figyelnek a fehérváriak a bulinál, akkor nem lehet gond már. Nagyon magabiztosan állja útját a Salzburg próbálkozásainak egyelőre Budai. De azt tegyük hozzá, hogy nagyon jó most a fehérváriak védelme ezen a meccsen eddig, és reméljük ez így is marad. Nagyon kevés olyan próbálkozása volt a Red Bull Salzburgnak, amikor úgy lőhettek, hogy nem ért hozzá senki, még eljutott a kapuig. Nagyon sok a jó benyúlás, odaszúrás lövőjátékosnak. Schwassnek. Teljes létszám a fehérváriaknál. Ezt a korongot pedig be lehet gyűjteni. Kandyal küzd. Sikerül is megszereznie. Goslen tovább. Max Swain. A két kanadai húzogat. Meg lehet még ezt menteni. Goslen. Ott a lőhelyzet. Max Swain elé tették oda az ütőt. Arthurson. Pinter. 1 perc, 5 másodperc a nyitó harmadból. Ott van Vasyunin. Nem vette észre, hogy ott maradt a korong. Lincs. Jó iram, egy nagyon jó Salzburg, és egyelőre jól küzdő Volán, melynek ugye nincs sok helyzete, de azért meg lett volna a lehetőség a vezetés megszerzésére. Ott jobban összpontosítanak a fehérváriak elől, főleg ugye annál a nagy helyzetnél Stasny akkor, és 1-0 is lehetne. Hát azt mondom, hogy soha rosszabb meccset lássunk majd itt az osztrák liga keretében Fehérváron. Lehet menni ezzel még. Grösl. Nem volt zökkenőmentes a váltás, de Vasyunin el tudta hozni. Egy magányos kesztyű árválkodik ott. 11 másodperc még. Jó lenne egy lövéssel befejezni. Ezt a harmadot, megvan még a lehetőség. El kell lőni, be a kapu elé. És ebben a pillanatban vége is a harmadnak. Hát gólt nem láttunk, jó játékot, igen. Partiban van a Volán a bajnokkal, és ez a legfontosabb. 0-0 abban Volán Salzburg, de nagyon jó meccs. Jöhet tehát a második felvonás, gól nélkül, de jó játékkal eddig az Alba Volán és a Red Bull Salzburg összecsapása. Az Erste Bank Liga második fordulójában többet támadott, jobban nyomott a Salzburg, de ott voltak a lehetőségek a fehérváriak előtt is a gólszerzésre, sőt a nagyobbak inkább a hazaiak előtt. Jöhet tehát az új harmad és az új remények. Sikerül megtartani, Arthurson gyűjti össze egyébként a Salzburgiak egy idősebb tagja, 35 esztendős. Na, ott ez egy lehetőség, elakad, azért figyelnie kellett így is Divisz kapusnak. Mindjárt az első percben, tehát egy újabb Volán próbálkozás. Koch menne. Koch! Velszernek akadtak problémái, jött a koronkezeléssel a fehérvári kapu előtt. Ezt pedig most már ki lehet hozni. No, ez speciál, nagyon veszélyes szitu volt ott a fehérvári kapu előtt. Stasny veszítette el a korongot, és Koch volt az, aki veszélyeztetett. Ez nagy passz! Lehet menni, ott a helyzet! Hú, mit védett a kapus! Kurt Max Swain!
egy az egyben vihette rá Dűviszre, nagyot fogott az osztrák portás. Nagyon ott fejtették meg Swaint. Fast. Pintér. Egy távoli lövés. Könnyedén védi ezt most Budai. Egyenlőre ezzel a Pintér lövéssel együtt is veszélyesebb Ovolán a második harmadban. Persze még csak 2 perc telt el. Kurt McSwain most könnyedén vezetést szerezhetett volna a fehérvárjaknak. A kanadai légiós, a két kanadai közül McSwain jött előbb, Gosselin később. McSwain az, aki régebb óta ismerkedhetett a társakkal is, hosszabb ideje volt a beilleszkedésre a fehérvári társaságban. Ő nem játszott az NHL-ben, az OHL-ben, illetve a CIC nevű ligában szerepelt. Hát itt a palánk előtt egy szabálytalanság, amiből mi sem láttunk most túl sokat. Ami biztos, hogy Herent került a földre, a kiállított játékos pedig Rösül lesz majd. Újabb ember hátrány tehát a fehérváriaknál. 2 perc 16 másodperc telt el a második harmadból. Szóval McSwain az OHL-ben, a Brampton együttesében játszott 230 meccsen, 75 gól, 82 assziszt. Aztán a CIC nevű bajnokságban, a St. Mary's University-ben 73 meccset, 35 gólt és 2-ös kiállítás. Na, ez lesz a kőkemény. Nem csak Rösült küldték le tehát a játékvezetők, hanem Gálikot is. Ja, hát itt pont itt van előttünk a palánkile, itt van a versenybírói emelvény, úgyhogy ezt nem nagyon láttuk, hogy mi történt, miért járt ez a két perces kiállítás. Hát itt most kell a szurkolás. 2-ös ember előnyben a Salzburg. Jó! Budainak is kellett védeni, aztán fel kellett szabadítani, de sikerült megoldani. Most nagyon kell figyelni Ocskaiéknak. Ez most óriási lehetőség a Salzburg előtt. Arthurson. Egy nagy lövés, és vezetnek a vendégek. Arthurson szúrta rá, és a gólszerző, ha jól láttam, Patrick Harand. 32 másodperc alatt kihasználta a 2-ös ember előnyt a Red Bull Salzburg, és ezzel a találkozó 23. percében vezetnek a vendégek. Egy ilyen jó csapat ellen, ez túl nagy előny a 2-ös ember hátrány. Nem, Matthias Trattingnak adják végül a gólt. Harand annyira örült ott középen, azt hittem ő szerezte, de ezek szerint akkor Tratting volt az, aki besegítette a fehérvári kapuba Arthurson lövése után a pakkat. 2-ös ember előnyben tehát. Jackman készítette le. Jackman készítette le Arthursonnak, ő lőtt, az ő lövése kijött, és közvetlen közelről Tratting volt az, aki eredményes volt. És ez a Gali kiállítása lejárt a góllal. Szimpla ember hátrányban marad a volán. Lynch, kár érte. Szép, Budai védett nagyot. Egy nulla a Salzburgnak. Ugye sportban nincs ha, de mi lett volna, ha bemegy ott az első harmadban Stasznyi lövése. Mi lett volna, ha bemegy itt a második elején McSwain lövése. Nem ment be. Jött egy 2-ös kiállítás, és ezt már kihasználta a bajnoki címvédő. 1-0 oda tehát. Tehát megy tovább a meccs. Jackman. 55 másodperc van még Rösül büntetéséből. Tart tehát továbbra is az osztrák ember előny. Lynch. Lynch. Szépen sikerült oda piszkálnia Kangyal Balázsnak.
hozzák az osztrákok. Nagy csata a palánk mellett a korongért. Az eddig egyetlen gól szerzője Trattink, teszi ki végül Jackman. Megint csak Augustson. Ez most elkerülte a kaput, bár ott megpattant, vigyázni kell. Goslen nem volt túlzott a határozott most. A pak kijön a harmadból, és ezzel megszerzik a fehérváriak. Pont jókor jött vissza Grönslül, oda jött a korong, ahol ő visszatért a büntetésből. Viszont a helyzethez kellene vinni a korongot is. Kovács Csaba hagyta most el a játékszert. Marad az 1-0 a Salzburg javára. Horváth át a túloldalra. Sokáig marad a fehérváriaknál. Kalt. Osztrákok figyeltek, aztán egy szép lab szerelés. Összeszedi végül a kapus, Reinhard Divis. 5 perc, 4 másodperc, így az eltelt idő, 1-0 Trattink góljával. A szimpla ember hátrányokat jól védekezte ki a volán, a kettős kiállítás volt sok. Sofró megy a fehérváriaktól a bulihoz. Végül Pintéré. Faszt emelte előre, ez pedig így tilos felszabadítás. Még nagyon megnézte Faszt, hogy hova tegye a korongot. Egyébként nagyon beleszaladt a sorsolásba az Alba Volán, hiszen ugye játszotta az Innsbruckkal, amely az egyik trónkövetelő a bajnokságban, aztán most a bajnok Salzburggal. A következő fordulóban majd a legutóbbi ezüstérmesi villaghoz utaznak a fehérváriak, után pedig gondolom kitalálják, a legutóbbi bronzérmes következik hazai pályán a Linz. És ugye az Innsbruck volt a tavalyi negyedik, tehát az első négy legutóbb idén négy legjobb csapatával találkozik az első négy meccsén a Volán. Sikerül megszelídíteni Borosján. Divisnek nem kell rátenyerelnie, hiszen nem volt a környéken fehérvári játékos. Túloldalon ezt össze lehet gyűjteni. Palkovics meg is tette. Palkovics. Ketten üldözik. Egy picit volt csak hosszú. Bocskai jött középen. Na, még mindig ott a korong. Végül felszabadítanak. Kovács elő kellett menteniük az osztrákoknak. Nyom most a Volán az elmúlt egy percben. Horváth gyűjtheti össze. Max Wayne. Stasny, ez nagyon rossz passz volt. Kálfnak tette szinte rögtön lövésre. Lindgren. Lindgren próbálja kihozni két Volán játékos szorításában, nem sikerül. Más kérdés, hogy Stasny sem tudja megtartani. De életerős kapás lövés volt ez. Velszerrel ezt tette meg. Budai szépen védett, a kapu közepére jött. De az erő nem hiányzott Velszer próbálkozásából. 7 perc 24 telt el a második harmadból, 1-0-ra vezet a Salzburg a 23. percben. Trattink vette be Budai ketrecét, ezzel 1-0 az osztrákoknak. Green és Grösl a bulinál. Grösl elüti.
és végül sikerül is kihozni a harmadból. Nem tudta lekezelni a pakkot Vasztyonyin. Na most kell vigyázni. Nem tették be középre. Backman várta középen a korongot, nem jött a passz, ehelyett jött a lövés Green-től. Budai védett. Sofronék ismét, Benkel, Majorossal, Rajzal a pályán. A negyedik sora volánnál. Itt rajta kívül még Borostyán tagja itt. Ennek az ötösnek. Sofron szépen nyújt bele Arthurson passzába. Hatalmas ütközés. Megint csak Sofron volt az egyik főszereplő, a másik pedig a másik 20-as. Daniel Welser. Hát kétség sem férhet hozzá, hogy többet próbálkoznak a salzburgiak. Nem láttak okot a közbeavatkozásra a játékvezetők. Sofron emeli ki. Jönnek a cserék, mind a két oldalon. Ulrich elől sikerül begyűjteni a pakkot. Újabb szép szerelés, jól védekezik a volán. Kovács Csaba próbál korongot szerezni, jól élt együtt a játékkal Reinhard Divis. Na hát, ha ez sem kiállítás, akkor semmi. Jackman szabálytalan. Emberelőnybe kerül a meccsen. A meccsen mindössze másodszor az Alba volán. Richard Jackmannek kell lemenni. A Stanley Kupa mellé most a vitrínbe tehet egy két perces büntetést is. A meccs feléhez közeledünk, hiszen ez már a 10. perc a második harmadban. Elküldi a játékvezető onnan Kurt McSwain-t. Gullick ment a bulira helyette. McSwain. McSwain kerül jégre. Stasny. Szépen tette ki két osztrák között. Gosselin tovább. Gullick. Szép lövés! Az ismétlés, McSwainé pedig elakad. Gosselin lőtt kapura. Bent lehet tartani, nem engedte ki. A harmadból Gosselin. Stasny. Vissza lövésre! Hú, mekkora helyzet! Ez a kapuvasat is érintette. Gosselin lőtt. Ez nagy egyenlítési lehetőség volt. Szép volt a lekészítés, Gullicktól Gosselin lőtt is. Nem sokon múlt megint. A helyzet kihasználáson kellene javítani, mert azért valljuk meg, nagy helyzetei vannak a volánnak, de nem sok darabra. Most ott volt Gosselin kezében az egyenlítő találat, Tokai. Fél perc van még Jackman kiállításából. Azért még egyszer be lehet menni ott a salzburgi harmadba, fel lehet állni. Nem így. Így lett jó, Palkovics! És elakad. Reinhard Divis védett. Kis szerencsével maradt ott Palkovics előtt, tehát így lett pont jó lövésre.
Divis pedig egyelőre igazolja a meccsen, hogy nem véletlenül szerepelt az NHL-ben is. Jó kapusról van szó. 12 másodperc múlva jöhet vissza Jackman. Még pont belefér egy lövés. És lehet, hogy jó kapus Divis, de azért lehet neki is gólt ütni. Szép! Nem sikerült tovább tenni, pedig ott volt teljesen üresen. 49-es a fehérváriaktól. Közben újabb kiállítás lesz, Grösül várta a pakkot. Hát épp, hogy vissza egy Jackman. Na ki lesz most a kiállított játékos? Megmondom, szinte nem láttam a messzámot. Na mindjárt megtudjuk. Ami biztos, hogy 40-essel Ulrich, igen. Őt küldték le. Hát gyakorlatilag 4 percig játszik ember hátrányban a Salzburg. Épp, hogy belépett a pályára Jackman. Amikor Ulrich kapott 2 percet. Rossz volt a visszapassz Stasnitól. Mintha megfogta volna az a kimaradt helyzet Mihály Stasnit. Nagyon sok paszt ront. Dostál tette át Goslennek, Max Swain. Jó volt az induló csel. Galik vissza. Mindig nem rossz. Nyugodtan lehet játszani. De nem így. Bennmaradt a pak a pályán. Goslen cserét kihasználva Pintér próbált meg korongot szerezni. Goslen. Palkovics. Kovács Csaba. Na, szóval megint csak Palkovics várta. Az első perc már lejárt a kiállításból. Tokai várnál lövése nem jut el hozzá. Pintér szedte össze. Pintér nagyon hasznosan játszik a salzburgiaknál, nem csinál látványos dolgokat. De mindig általában ott van, ahol kell lennie. Nagyon sokat találkozik a koronggal. Sikerült bent tartani. Ott a lövés fölé. Palkovics és a kipattanó. Az, ami bekerül a Salzburg kapujába. Ember előnyben sikerül egyenlíteni a fehérvári csapatnak. A szurkolók már csalódottan felsóhajtottak Palkovics lövése után. De nem volt még vége az akciónak. Egyenlítenek a fehérváriak. Méghozzá a 34. percben. 1-1 a gól szerzője, pedig Ocskainak adják végül. Többen is jöttek, Ocskai volt az, aki besodorta Divis kapujába. Ezt mondtam, jó kapus Divis, de lehet neki gólt ütni. 1-1, kezdődhet minden előről. A gól passz pedig Palkovicsé, illetve 32-essel Tokaié. Ocskai egyenlít tehát. Az Iker pár másik fele is gólt szerzett, tehát most már az osztrák ligában. Palkovics és Galik az első meccsen, Ocskai most. Egy-egy kiegészült természetesen a Salzburg. Folytathatják a csapatok. Ugyanott tartanak, mint kezdésnél, egál. Kellett ez a gól, mert nagyon sok helyzet kimaradt. Úgyhogy az önbizalom növelésére mindenképpen kellett ez a lehetőség. És ez a gól. Tényleg
tényleg úgy tűnt, hogy ebből már nem lesz semmi Palkovics lövése után. Hát pont jól jött vissza a korong. Na most kell nagyon figyelni. És ugye abban még jobb is a Volán ellenfelénél, hogy a Salzburg csak kettős ember előnyben tudott gólt ütni. A fehérváriak a szimplában is megtették. Divis nem a legjobban tette vissza ott a társnak. Ezzel együtt is ki tudják hozni Jackman. Jackman tovább. Vállal Budai. Ezzel pedig lehet menni. Grösül. Gálik pedig már nem tudja megszerezni. Jackman megint. Pontosan odajándékozza a pakkot. Az egyik fehérvárinak. Benk szerezte meg, és ő is lőtt. Nagy csata a palánk mellett, ki is sikerül passzolni. Salzburg is rákapcsolt most egy kicsit. Tratting, az osztrákok gólszerzője. Tratting, ez pedig Budaié. Az a Josh Green érkezett középen, akitől sokat vártak, de egyelőre nem nagyon villog a meccsen. Sokkal többet mutatott például a gólszerző Tratting, vagy akár Pintér a csatárok közül. Elég visszafogottan teljesít, persze szerencsére. Fehérvári szempontból szerencsére Josh Green. 5 perc, 10 másodperc a második felvonásból hátra levő idő. Harand. Palkovics. Kovács próbál korongot lopni a védőktől. Na, majdnem sikerült, nem sokon múlt, nem ő halászta el végül, a Mocskai volt az, aki oda piszkált. Nem hagyja a Volán kihozni a játékszert. Ezt Okaié kell, hogy legyen. Green. Green előre. Csapatok pedig szépen mehetnek vissza, korcsolyázhatnak vissza. A Salzburgi télfélre, hiszen tilos felszabadítás. Jól játszik a Volán, és sikerült azért a gólövő formát is előszedni. Igaz, hogy kellett hozzá a meccs fele, de hát a jó védekezésnek köszönhetően csak egy gólos volt a hátrány, és egy abszolút nem csak az eredményben, a jégen is egyenrangú partnerek, a fehérváriak, az osztrák bajnoki címvédővel, a Red Bull Salzburggal. Nem győzöm hangsúlyozni, hogy iszonyatos méretű és iszonyatos presztízsű klub, 5-6-szor nagyobb a költségvetése az egyesületnek, mint a fehérvári csapatnak. De partiban van a Volán a 6 korábbi NHL játékos felmutató osztrákokkal a magyar gárda. Hát az látszik a meccsen és a játékvezetők felfogásán, hogy engedik a kemény játékot. Ez nagyon nagy helyzet volt. Nem volt kisméreti lövés Ondrej Csiké. Szóval engedik azért a kemény játékot. Green. Várja a többieket, jönnek is ketten, Lynch. Rövid sarokra ment a korong. Ez is ott ment el a kapu mellett. Nem megy ki a hosszú oldalon. Megpróbálta a palánk mellett kitenni Max Fein a harmadból. Nem tartották a Salzburgiak, Tratting. És vigyázni a visszatett lövésre! Budai óriási bravúr!
Még mindig ott a korog, ez sincs benn. Na ez most nagy helyzet volt, ez viszont beakad. Ez nagy játék volt. Két lövés még kivédekezett a fehérvári csapat. A kipattanót Koch keresztbe tette. Az érkező Arthurson viszont már nem kegyelmezett. 2-1. Gregor Arthurson góljával ismét előnybe kerül a Salzburg. Kár érte. Történik mindez a 38. percben, nagyon kevés van már hátra a harmadból. Már az nagy bravúr volt, hogy ott kijött az a két lövés, ezt pedig már szépen csinálták a Salzburgiak. Koch jól tette át a hosszúra, Arthurson pedig mértani pontossággal lőtt a fehérvári kapuba. 2-1 ismét vezetnek az osztrákok. Jackman vette le a pakkot, Vasyunin, jó lehet ez, de nem sikerül megtartani. Utolsó védő tisztázott az osztrákoknál. Ez sem lesz kiállítás. Jackman gyűjti be. Jackman, bele kellett érnie Budainak. Ez szép. Galik. Galik menne. Itt van egy-két olyan eset, amit a Salzburgnak elnéznek a játékvezetők, a volánnak nem. Grösül, könnyűnek nem nevezhető helyzetben, ott marad a pak, elvétette az osztrák. Grösül. Nem volt senki a kapu előtt, akinek vissza lehetett volna tenni. Benk teszi be az osztrákok harmadába. Nem ment ki, csak most. Benk. Tokaival együtt a svéd Hudingétől jött vissza Magyarországra és igazolt a fehérvári csapathoz. Benk inkább a juniorok között szerepelt a Hudingében. Tokai a nagy csapatban jutott állandó szerephez. Hoppá! Balkovics! Divis védett az utolsó percben a második harmadban. Budai, húha, az életveszélyes volt Welser. Kétszer kettő, amit láthatunk. Rajz nem tudta most lekezelni, így megtartják a piros-fehérek. 20 másodperc a második harmadból. Az első 20 percben nem láttunk gólt, a másodikban most hármat is, sajnos ebből kettőt a Salzburg ütött. 23. percben Trusting szerzett vezetést a salzburgi csapatnak, ezt kiegyenlítette Ocskai a 34. percben ember előnyben, de azt még nem mondtam, hogy Trusting ugye kettős ember előnyben talált be, és a 38-ban teljes létszámban Koch passzát a svéd Arthurson váltott a gólra. Így alakult ki a jelenlegi 1-2. Másodpercek vannak már csak hátra. Trusting. Ezt most már valahogy ki kellene bekelni, ezt az egy másodpercet, ami van. Sikerül is. Vezet a Salzburg 2-1-re. Jó csapat, de a volán nagyon jól játszik. Nagyszerűen helytállnak a fehérváriak. És továbbra is azért nyitott a meccs, hiszen egy gólos különbség. 20 percre nem különbség. 7-3 után tehát Alba Volán, Red Bull Salzburg 1-2. Szokták volt mondani, hogy egy újoncnak soha nem a bajnokot kell megverni első évben, de egyelőre az Alba Volán remekül helytálló Salzburg ellen. Vezetnek a vendégek piros-fehérben, de abszolút nem edző partnerként van a jégen az Alba Volán, hanem egyelőre abszolút egyenrangú riválisként. Egy olyan meccsen, ami még nem lefújtott egyáltalán kétharmad után,
0-0 volt az első 20 perc, aztán a 23-ban kettős ember előnyben Trattin szerzett vezetést a Salzburgnak, ezt kiegyenlítette Ocskai a 34-ben, és gyakorlatilag 2 perc 16 másodperccel a harmad vége előtt a svéd Arthursson volt az, aki ismét előnyhez juttatta a vendégeket. Hát most kifejezetten zavarta Arthurssont Divis kapus, de végül ki tudták hozni, olyannyira zavarta, hogy Arthurssonnal is hagyta az ütőjét. Fast emeli vissza a fehérvári harmadba. Most vigyázni, élesen lövik be a kapu elé, Welser gyűjti össze, ott még belepiszkál egy játékos. Palkovics tette ki. Kalt próbál koronghoz férni. Erőteljes szorításban Dostál volt az, aki gyötörte. Abból a szempontból Dostál nyert, hogy sikerül kihozni a harmadból, sőt. Goslen, ez jó lehet! Hatalmas lendülettel jött középen. Mihály Stasny. Bevetődve próbálta elérni Goslen passzát. Hát ez most tényleg centiken múlt. Már más kérdés, hogy abban a testhelyzetben hogy tudta volna kapura ütni. Stasny de megpróbálkozott vele. Divis pedig megsérül az esetnél. Ott, ahogy mondani szokták, a crash elkerülhetetlen volt már az ütközés. Már nem is sérülés ez, hanem ott a szerelésen kell igazítani inkább valamit, ha jól látom. A korcsolyán. Nagyon jó kapus Divis. Minden megmozdulásán látszik. Egyébként sem lehet semmiféle panasz egyik oldalon sem a portásokra. Fantasztikusan véd Budai Krisztián is a fehérvári ketrecben. Na, a kapu helyére kerül, Divis korcsolyája megigazítva, úgyhogy mehet tovább a játék. Ojjajjajjaj, ez nagyon nagy játék volt ám, nagy lövés, íme. Csak hogy lássuk, mekkora formában van Budai. Ez parádés játék volt, amit bemutattak a salzburgiak most. A lövő, aki végül megeresztette a bombát, 16-ossal Patrick Herrand volt. Grösl és Schwab a bulinál. Schwab volt most eredményesebb, sikerült elhoznia, és megint csak Budainak adnak munkát Grösl. Ez még jó lehet így. Hiába hagyta ott a korongot Galik a társnak, nem sikerült megtartani. Ulrich. Lindgren előre, Schwab. Hoppá! Újha! Az bizony a kapuvasról jött vissza. Takarásból egy lövéseből szinte semmit nem látott Budai. Arthursson! Figyelni kell Arthurssonra! Budai. Jó kapusnak van szerencséje, szokták volt mondani. Neki most szerencséje is volt az előbb. Ezzel pedig meg lehetne indulni rajz. Elhal a lehetőség szinten. Ennek a cserék. Frissen beállt Borostyán tisztázott. Éppen, hogy maradt ideig Schwarzeneggel a cserére. Éppen jöttek az osztrákok egy támadással. Pintér. Jó a labda szerzés, Sofron mutatja be. Sofron. Arthursson tornyosult előtte. Tokai gyűjti össze. Tokai. Tokai lövi be, Divis. Kihasználta a cseréket Tokai. Green. Vissza kellett fordulnia Trattingnak. Fast. Palkovics. Az iramra továbbra sem lehet semmi panaszunk.
nem sikerül elhozni Green. Volt néhány olyan másodperc, amikor úgy tűnt, meg tudja úgy tartani, hogy lőhet is. Ezzel lehet menni! Ocskai! Középen van érkező ember, Ocskai most be! Ótya, úristen, mi maradt ki! Te jó ég, hát ez hatalmas zicser volt! Kovács Csaba! Ott maradt a pak Ocskai előtt, ő mintaszerűen végigvitte, kiszolgálta az érkező Kovácsot. Egy az egyben nem tudta eltalálni a kaput. 4 perc telt el a harmadik harmadból, amikor hatalmas egyenlítési lehetőséget hagy ki a volán. Te jó ég, mekkora zicser volt. Max Fén és Koch küzdött a korongért. Kaltfol lesz az, aki összegyűjti a palánkról. Lábbal, ó! Micsoda labdarúgó hajlamokat mutatott itt be. Az osztrákoktól Harand. Kalt. Kalt terelgeti. Sikerül megszerezni a pakkot. Visszatáncol a kapus, mert ezt nem érheti el, viszont nem éri már utol. A fehérvári támadó sem. Kurt meg Swain. Ez így pedig tilos felszabadítás. Hát ez félelmetes zicser volt, ami kimaradt az előbb. Davis kiszolgáltatott helyzetben volt, hiszen hiába korcsiázott vissza egy védő. Sokkal jobb pozícióban volt a két támadó játékos, Ocskai és Kovács. Mégis elmaradt ezúttal a gól. Hát jobb helyzet kihasználással simán lehetne döntetlen. Budai véd. Stasny. Végül Max Fein hozta el, jobb pozícióban volt. Goslennek szánta. Goslen most már csak a palánkról vissza csorgóért küzdhet, igaz, azt megszerzi. Goslen! A játékvezető vette le. Max Fein. Megint csak Goslen vétett el középen. Hozzáért valaki, nincsen tilos felszabadítás. No, ősznépi társas játék a palánk mellett, ki tudja kihozni a korongot. Kihozta az végül, Schwab volt, más kérdés, hogy megtartani nem tudta, és visszajutottak oda, onnan indultak. Na, itt szakadt kialakulni a jó kis bunyó, átlában a hoki meccseken. Végül a voláné. Nincs könnyű helyzetben, a védő, de megoldotta végül. Lynch tisztázott. Fast, szép cselekkel indul. Fast, középre, elmegy a kapu előtt. Lynch. Megint csak Fasté lehet. Majrics várta volna, mögötte. Negyedik sor oszlopos tagja, Majrics. Jó, ritkán van benne a negyedik sora az osztrákoknak. Pintér, ó, milyen cselekkel, Pintér! Budai. Pintér az egyik legjobb a salzburgiaknál, ezt most is igazolta. Nagyon szépen játszotta magát tisztára. Hatalmas bravúr ezúttal is Budaitól. 7. perc a záró felvonásban, marad az 1-2. Green. Green. Na, onnan valahogy jó lenne kiterelgetni a vendégeket. Sikerül is. Vasyunin. Rajz, még megmenti Vasyunin. Rajznak vissza, Rajz. A hosszú oldalra szánta. Nem sikerül bent tartani. Benham nem tudott lőni, szerencsére. Nem kellett volna ezt most talán elutni, lehetett volna menni. Uha, 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 a csere után jönnek vissza Jackman. Benham.
Ocskai passzát fülelte le. Az egyik osztrák Daniel Welser. Arthurson szinte minden támadás átfolyik a ütőjén, Ocskai. Mielőtt lőn, elmarad a korong, és most kell figyelni Welserre. Ez pedig így már tilos felszabadítás, jönnek vissza a csapatok a salzburgi télfélre. Egyértelműen, hát ezt talán mondanom sem kell, hogy sokkal gyorsabb a ritmusa a játéknak a hazai bajnoksághoz, a hazai bajnokikhoz képest, és talán ez az oka, hogy becsúsztak olyan átadásbeli hibák, illetve korongkezelési hibák, amik azért benne vannak a volán játékában. Egészen más sebességen kell itt játszani, sokkal gyorsabban kell lőni, ez viszont egy nagyon szemfüles korongszerzés, és a lövés sem volt rossz. Ondrejcsik. Kalt. Budai, mire kiteszi, lefújják. Jöhet majd a buli a fehérvári kapunál. Egy másodperc hiány, 8 telt el a harmadik harmadból. 1-2 tucatnyi perce van, tehát még a volának az egyenlítésre. Egy nagy lehetőség már volt mindjárt a harmad elején. Ezt Kovács hibázta el. Sikerült lekapni az ütőről a pakkot. Vagy már Leiderer készült lőni. Sokkal többet van jégen az osztrákok negyedik sora, itt a harmadik harmadban, mint az első kettőben összesen. Nem tudom, hogy esetleg becsülik-e a volánt. Ez még jó lövés lehet, Svasznak lövi vissza a kapu elé. Ügye bajjal mentenek a vendégek. Svasznak megint. No. Sikerül bent tartani, ez még jó lehet. Megint csak ott a kapu előtt, pedig már elfeküdt most a kapus. Nem volt rossz a középre tett korong. Nem oda várt a Divis. Más kérdés, hogy hiába tette be jól kangyal, nem érkezett senki, ez pedig így helyzet. Ú, de pimasz gól. És megint csak a negyedik sor, Martin Majerich. 3-1. Sokkal jobb százalékban váltja gólra helyzeteit. Na Salzburg. Majerich a gólszerző. Egy nagy lehetőség kimarad a vendégek kapuja előtt, és ebből indulnak gyorsan, Majerich pedig nem erőből lövi el, hanem észre oldja meg a helyzetet. Kiszolgáltatott helyzetben volt most Budai. 1-3 az 50. percben. Egy-három tehát, két gól most már a bajnok előnye. És most kár azért a nagy kimaradt helyzetért a harmad elején, amit Kovács rontott. Fast szeri össze. Ulrich. Horváth. Ugye osztrák játékvezetők vannak a meccsen, és azért Tony Haas talán bizonyos dolgokban nem méri egy szinten a két csapatot, ami nagy kár, mert nagyon jó kis meccsről van szó, kár ilyenekkel elrontani. Jó a Salzburg, jó a volán. A játékvezetés nem annyira.
Hú, de szemre hányóan nézett Kalt Lindgrenre. Ezekben a percekben nem lennék szívesen 17-es számú Salzburg játékos Viktor Lindgren. Kalt olyan lesújtó pillantást vetett rá, és sikerült pont elkapni. 1-3. A harmadik harmad 11. percében. Vezetne a Salzburg, de semmi szégyenkezni valójában nem lehet a volánnak. Maximum tényleg a helyzet kihasználás miatt lehet egy pici hiányérzet a fehérvári csapatnak. Dostál az előbb hiába próbálta visszatenni a korongot az osztrák harmadba. És a vendégeké, Myrich a harmadik gól szerzője tette hátra. Nagy csel lett volna, ha bejön Leiderertől. Harant. Hát ott speciál középen csak fehérvári játékos volt a középre tett pakra. Dostálla volt az, aki megszelidítette. Picit talán felesleges volt feltenni a palánkra ezt a korongot. Kangyal nem is tudta utána már kiemelni a harmadból. Arthurston várja, de Harant levette előle. Gröslő. Galik. Galik beleért Arthurston, és ez majdnem megtréfálta Diviszt. Nagy-nagy hajrát meg kellene indítani. Schwassnek. Ott van még Schwassnek. Kedvezőbb helyzetben volt a salzburgi. Tratting, Green. Nem tudta jól lekezelni középen korongot Benham. Lynch ezt nagyon okosan oldja meg. Könnyedén ki is tudják most hozni. Fast. Tokai nagy csatában a kapu mögött, végül nem ő hozza ki, hanem Horvát. Ocskai várja középen, Palkovics várja középen, jön is a korong, Ocskai. Elmegy a kapu előtt, és Palkovics erre már nem számított, hogy a hosszú oldalon jön vissza, plusz hát óriási küzdelemben volt ott az egyik bekkel, Vejszerrel, aki el is hagyja az ütőt, Koch. Túlcselezte magát, de nem kell visszaadni ezért az osztrákoknak. Vannak annyira jók, hogy szereznek maguknak korongot. Megpattan és végül a hálóban köt ki. 6,5 perc van hátra az Alba Volán hazai debütálásából az Erste Bank Ice Hockey Ligában. Az Ebelben és a bajnoki címvédő Salzburg 3-1-re vezet a fehérvári jégcsarnokban. Sikerül megszereznie Stasninak. Neki is volt egy hatalmas helyzete még az első harmadban, ráadásul 0-0-nál. Pintér cseni el a korongot. Myrich megint. Hú, jajajajajajaj, becsorgott Myrich. Kicsúszott Budai kezéből, és végül a lábai között becsorog a második salzburgi gól. Hát ez mákos tészta volt a javából most. 4-1, Myrich pedig duplázik itt az árófelvonásban. Épp hogy megkezdődött az 55. perc, mikor a negyedik sor támadója Myrich a második gólját üti. Ő nem talált be az első meccsen, míg a Villach elleni hazai bajnok. 4-1.
Hát most már azt mondom kulcs fontosságú volt ott a 43. perc, amikor Kovács hatalmazítszerben hibázott, hiszen ott kimaradt az egyenlítés, és erre Majerics két góllal felelt. Egy négy. Velszer. Vigyázni kell, ne legyen túl nagy különbség. Ez a korong, ott a VIP páholyt veszélyeztette csak. Hát súmázva kétségtelen tény, hogy jó csapat a Red Bull Salzburg, bár megmondom őszintén, hogy számomra azért kanadai légiósok egy kicsit csalódást keltően játszottak a vendégeknél. Jackmantől is sokkal többet vártam személy szerint, én is, de hogy hallottam itt a szünetben a szurkolók is, illetve a támadók is, Josh Greenék is sokkal jobb teljesítményére is képesek valószínűleg. Pintér nagyon jól játszott a vendégeknél, van egy nagyon jó kapusuk, és hát nagyon jól tudnak játszani. Látszik, hogy nagyon jó az edző, mert nagyszerűen összerakta ezt a gárdát. Pierre Paget. Mondom, több mint 600 NHL meccset dirigált le. Ki azért valamit konyít a szakmához. Mert ezeket az apró hibákért, Vasztyunyin. Lincs. Dudai. Ötve hatodik perc. Ez nagy passz. Nem volt les. Kovács. Ha jól emlékszem, az áró harmadban talán nem is volt még kiállítás. Na, itt már közbeadkoznak a játékvezetők is. Jöhet majd a buli. Nulla nulla volt az első harmad, 2-1 nyert a második felvonást a Salzburg, most pedig 2-0-ra hozzák ezt az etapot egyelőre Majerics duplájával a vendégek. Na, akkor most van kiállítás az áró harmadban, azért elég sportszerű meccs összességében. 15,5 percet kellett várni, ember előnyben a volán. 10 perc a hazaiaknál, a kiállítások, 8 a vendégeknél, és egy bosszantó hiba Tokaitól most. Aztán egy másik odaadja Kaltnak. Kár volt eljönni az osztrák kaputól idáig, úgyhogy még lőni is tudtak. Kalt és Koch játszott össze. Gyorsan meg kellene szerezni a pakkot. Van még bőven a kiállításból, csak 11 másodperc telt el. Úgy is van, nem kell sokat vacakolni ezzel Palkovics. Palkovics. Bocskainak szánta, de erre számított Ulrich. Tisztáznak is a salzburgiak. Horvát. Nem végleges még a volán kereszte. Ezt időse Volcskai Gábor szakosztályigazgató elmondta, hogy szeretnének még egy kanadai hokis szerezni hátra Palkovics. Divis védett nagyot. Kettős ember előny lesz bizony. 1 perc 10 másodpercig kettős ember előnyben lesz a volán. Ugyanis kiállítják a vendégek hetesét, a Douglas Lynch-et. Na, legalább akkor, ha már nyer a Salzburg, mert azért úgy tűnik, hogy 3 perc, 38 másodperccel a vége előtt nyerni fog a Salzburg, hiszen 3 góllal vezet, valamivel több mint 3,5 perccel a vége előtt, legalább volán góllal fejeződjön be a meccs. Volt egy kettős ember előnye a Salzburgnak, igaz 2 percig tartott, nem egy 10-ig, tehát az meg kell tartani ezeket a labdákat. Pakkokat. Baj, van még idő. McSwain. Stastny mellette. McSwain. Dostál. McSwain. Ők ketten el
játszadoznak itt most. A hosszú oldalon egy lövés, de ezt blokkolják a védő. Goslen próbálkozott. Max Fény megint. Mindig van fél perc a kettős ember előnyből, és elcsúszik a fehérvári játékos, ez pedig Izicer. Koch nagyot lőtt, de Budai nagyot védett, ezzel pedig lehet menni 2-1. Stasny, Stasny még oda próbál kotorni egyet. Ez sincs benn. Lejárt az egyik büntetés, és Fest mehetne, de jön Budai, túl hosszú volt a passz. Szépen mentett fehérvári kapus. Galik hagyja lövésre, aki pattanó, most már szimpla, emberelőny van csak. Az még fél percig tart. Hát mozgalmas percek voltak, mind a két kapu előtt, sajnos azt kell mondanom. És hatan vannak bent a fehérváriak, rossz volt a csere. Megtartották a kettős ember előnyt, mondhatnánk. De hát azért ez nem volt túlságosan profi csere ezúttal. Kovács Csaba fogja leülni a büntit. Ezért nagy kár. Na meg azért is nagy kár, hogy kettős ember előnyben nem sikerül gólt szerezni, sőt, Koch majdnem betalált. Hát kell még finomítani, majd rá kell azért szokni a légkörre, az iramra a fehérvári csapatnak itt az osztrák ligában. De az kétségtelen tény, hogy nagyon jól helyt állt a bajnok ellen a Molán, akármi lesz itt a vége. Nem sikerült gólt ütni kettős ember előnyben, de így sem lehet panasz, küzdöttek, mentek a fehérváriak becsülettel. Tényleg, ha jobb a helyzet kihasználás, akkor bármi lehetett volna ezen a meccsen. A buli majd a Salzburg kapuja előtt, 18 másodperc van még. Douglas Lynch kiállításából, Kovácséből még rengeteg. 1.49, épp hogy visszatérhet. Nyakorlatilag az utolsó 7 másodpercet játszhatja majd teljes létszámban a fehérvári csapat. Hoppá, sikerült bele piszkálni ott a kapu előtt Grösölnek, majdnem megtréfálta Reinhard Divist. Ulrich. Lejárt Lynch kiállítása, kiegészül a Salzburg ebben a pillanatban. Másfél perc van még a meccsből, 4-1 az osztrákoknak. Fast. Grösöl szerzett pakkot. Gyorsan kihasználta a Volán az időt és cserélt. És megint csak Budai, aztán nem sikerül felszabadítani első szándékból. Rajz küzdött nagyot ott a palánk mellett, de megtartják a piros mezesek, a piros fehérek. Jackman várt a lövést, de nem jött! Megint csak nem nagyon lehetett tudni, hogy hol van a pakk, a Budai kapuja előtt. Az utolsó percen belül járunk már. Jó lenne ezt az ember hátrány kihúzni az utolsó percben. Sikerül is kitenni a korongot. Majoros szabadított fel, Jackman. Nagyot küzdött a bajnoki címvédő ellen a Volán. Nagyot harcolt, és méltó partnere, méltó ellenfele volt az eurómilliókból felépített Red Bull Salzburgnak. Nem esett gól az első harmadban, a másodikban 2-1-re elmentek a vendégek. Tratting, illetve a svéd Arthurson révén Ocskai szerezte a becsület gólt, sőt, tehát akkor még egyenlítő gólt, majd Majerich duplázott a záró harmadban, és így a bajnok, azt kell mondanunk, hogy megérdemelten, de hatalmas nagy csatában tudott nyerni 4-1-re itt Székesfehérváron. A Volán sokkal bátrabb játékkal rukkolt elő, mint tette azt a nyitó felvonásban, a nyitó meccsen Innsbruckban.
És ha így megy tovább, akkor még sok szép perceket szerezhetnek a fehérváriak saját közönségüknek. Ami a folytatást illeti, az Erste Bank Ligában legközelebb a fehérvári csapat majd pénteken korcsolyázik jégre, méghozzá a tavalyi, a legutóbbi ezüstérmes EC Passut Villach otthonában pénteken 19-15 perckor, egy hét múlva vasárnap 18 órakor pedig ismét hazai környezetben játszanak majd Palkovicsék, akkor az ellenfél majd a Lüwest Linz együttese lesz itt a fehérvári jégcsarnokban. Kedves nézőink, jó meccs volt összességében, azt mondom, és egy jó meccs végeredményével búcsúzom a jégcsarnokból. Az Erste Bank Liga második fordulójában Alba Volán, Red Bull Salzburg 1-4. Köszönöm figyelmüket, további szép estét!